Jó estét kívánok, nagyon szomorú hírem van, ma este velem kell beérnetek Pista helyett, és igazából az a csoda, hogy négyen vagyunk itt, mert uh, mostanáig senki nem volt a szerkesztőségben, az egész szerkesztőség utazott az elmúlt hetekben, úgyhogy ennek megfelelően mindenki fáradt. Uh, Elfelejtettél mondom, mondani még egy, vagy elmondani még egy ürügyet, hogy miért nincs itt én valaki? Én nem ürügyekről beszélek, hanem... Valószínű De az egy komoly ürügy, Csongor nevű. Azt mindjárt elmondjuk. Ja, jó. De valójában hárman voltak, csak kintről behoztak egy idegen embert, hogy megmagyaráztak neki, hogy mit kell csinálni, de ezt megérkeztem, azt akkor jó Jól van, szétrolkodtuk rögtön en az Tényleg, elejét. ha nem ismernétek azt a bácsit, aki szóval, ott beszél, azt ő, szerettem, a ő a Balázs Viktor. Azt szerettem volna elmondani, hogy nagyon-nagyon sok érdekes anyagot csináltunk, és mindenfelé volt a világban a szerkesztőség, úgy, hogy Sarlós Kovács Peti kollégánk takra érkezett vissza arra, hogy... Hogy meglássa Csongort, az újszülött kisfiát. Úgyhogy gratuláljatok Petinek, mert utánpótlás érkezett hozzájuk, Sarlós Kovács Csongor. Súlyadatokat nem tudunk, mert férfiak vagyunk. 53. Öt, ötve, 530 gramm. 530 gramm. 3 kiló az sok lehet. Ennek megfelelően sokáig tartott a szülés. Na ennyi, grat. Úgy, hogy gratulálunk. Úgyhogy Peti-nek, így nagyon cuki. volt a. Tiszta no. apja és tiszta anyja. <laughs> hát ők voltak a profik, nem <laughs> mi annyira, de. Peti <laughs> és Luca voltak profik, mi csak drukkerek voltunk. Ö, bele is kezdünk most a mai napban, mert elég sok téma jött össze. Várjál, még először a névnapokat. A névnapok, igen. Hát ja. már rendesen Váj Pistát, ha nincs itt az Úristen itt. Na szóval, a mai napon Petra névnap van, ö, ami a Petrus férfi név, és különben Péterhez is kötődik, tehát Salos Kovács Petit és Besenyi Petit egyszerre üdvözöljük, áttételesen nekik is névnapjuk van, tehát a Petra a Petrus férfi név nőnemű alakja ként született meg. Ezen kívül vannak még névnapok, csak ugye nagyon gyorsan, és ilyenkor hív az anyám telefonon, és onnan nézem ki az egészet. Elméletileg a Terézek és Teréziáknak is van egy alnévnapjuk. Tudjátok, ez nem a főnévnap, és a többit ezt meg most már átadom a Viktornak. De mondd el még, hogy milyen névnapok vannak, mert nagyon, nem érde tudom, mert nagyon érdekes mert... névnapok vannak. Igen, csak az a jó, hogy elugrott a telefonom, ahogy az anyám fölhívott, mert nem fogja föl, hogy nem kéne ilyenkor fölhívnom, finnia. Jó, akkor elmondom. És Nem jön be. Elmondom Zsolt helyet, mert ő már előre megnézte, mert egy control freak, és megnézte előre. Kőszikla a jelentése a Petrának különben, és héber eredetű. Tehát? Például Bazsó. Az de egy Bazsó. Igen. Nekem van egy nagyon-nagyon szívemhez közel álló valaki, akinek ez a vezetékneve. Meg van olyan is, aki nem áll olyan közel a szívemhez, de ez a vezetékneve. Én nem tudtam, hogy a Bazsó az keresztnév. Tudtál? Én se. Na jó, Most csapjunk meg, bele. Nem lehet, hogy a Balásból van. Balás Hát róla. A Petra, meg éve. a Petróleumból. Na jó, ezt fejezzük be. Most fejtettük ki, hogy honnan a kősziklából van névnap téma lezárva, és kezdjük, a fő témáinkkal. Az első az, hogy Csiki és Franki Dániában voltak, mert hogy pörög az évautója választás, és hát kíváncsian várjuk, hogy mi volt veletek Dániában olyan, ami nem lesz az adásba, és adáson kívül el tudjátok mondani. Engem Hú. például nagyon érdekel, hogy szerinted az évautója választásban a szűkebb körbe egyáltalán bekerül-e belső égésű motoros autó szerinted? Ú, én nagyon remélem. Remélem, hogy az az egyetlen autó, amitől mindannyian sikoltoztunk, és még nagyon sokan sikoltoztak a szindáli teszten, tudod, ott kerülik ki a jávorszarvast, ott egészen döbbenetes drámák voltak, de hogy az bekerül, mert ezt mindenki nagyon szerette. Tehát az egy autó volt, amiben mindenki... A nevét mondhatjuk. Az előbb ott volt a képen, és magas, és belső égésű. Hát kitaláljátok. Ne feszítsd. Ott, ott ő, az a szürke. Imádtuk. Figyelj, ez, ez egy annyira klassz és az amerikaiak olyan tisztességes munkát végeztek a bronkóval, hogy le a pal, de hát egy alvázas merevhidas nagy nehéz szörny. Tehát... De akkor azt mondod, hogy ezt a nagy nehéz alvázas merevhidas szörnyet jó vezetni? Ezt jó vezetni, mert hangulata van. Tehát az volt, hogy ültünk egyik nagy tabletes mosógépből a másikba, és az egyik így vonyított, a másik úgy, az egyik így volt, 3400 lóerős, a másik úgy 4200, törtek a nyakak gyorsulásra, és így párosítottuk a telefont, amikor eszünkbe jutott, de <coughs> hát tudod, mekkora élvezetet okoznak ezek az autók, és aztán beültünk a bronkóba, ami lassú volt, zajos, örületes szélzője van, billegett, és kapcsolók voltak benne, és morgott, és csinálta a dolgokat, és Félel, aromatika felt, tapnyában fetrengve, egy, tudod. Egy gonosz kérdést ezzel kapcsolatban. Az évautója zsűritagok között van olyan, akinek kettessel kezdődik az életkóra, vagy ne, talán hármassal? Hármassal van. Sok? Nem. Nem, de mindig próbálnak frissíteni, csak mire frissítenek, mindig megöregszik, az előző mert Lassan megy a frissítés. így van, így van, így van. Jól, jól látod. Göbikén most sokkal több nő van különben, meg egy csomó lifestyle van, de ők nem voltak ott a tanisztesten. A, a a, Akik vezetni szeretnek, azok volt. Hát, akik, érdek, akik tényleg érdeklődnek, azok mennek el oda. Vagy az olyanok, mint mi, akiknek jó lehetőség, hogy azokat az autókat is vezessék, amiket nem kapják meg, vagy nem kapnak meg. Normálisan. De nagyon érdekes lesz, tehát én, én már kezdtem megunni ezt az egész tannisztesztelős itt, mert a benzinmotoros meg dízelautók unalmassá váltak, rossz hangjuk lett, rosszul harapnak, rossz, mindent rosszul csinálnak most már. Szerintem nincs ízük. Az elektromosok meg nagyon kezdetlegesek voltak, de most annyira menő elektromos autókban ültünk, és annyira átment az egész egy ilyen bangolú szenizációba, tudod, ez a nagyon de mi, szép mi, 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 volt, a menő, a BYD vagy a BMW? Hát most nem akarok annyira helyből csak úgy rosszban lenni a BMW importőrrel, hogy itt most <coughs> elmondjam a részleteket, de hamar kiszálltunk a BMW-ből. Szóval jönnek a kínaiak. rohatul, És egy kínai után szálltunk ki a BMW-ből, és nagyon nagyot autóztunk. Elvitt Frenki is egyet, Frenki különben itt van a pult mögött, épp azt kezeli. Frenki is elvitt Aha, egyet. Ugye? Én is elvittem egyet, figyelj. Ezek szomorú kimondani, mert a saját sírunkat ássuk. Olyan, mintha arról a baltáról beszélnénk, ami lóksz egy fán, érted? Alulról vágják a, 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 a fát, és és közben balta teszt van, és melyik az élesebb, és jaj, de jó az a Fiskars balta. És te odaadod nekik az éles baltát. Így van. Mert van, van Mielőtt... Szó, Mielőtt... a figyelmet rá, hogy ez a legélesebb. van minden. Mielőtt sírva fakadnánk, azért mi, boomerek, megéltük azt, amikor a japán autók jöttek, nem dőlt össze a világ. Megéltük azt, amikor a koreai autók jöttek, nem dőlt össze a világ, akkor most a jap, vagy a kínaiak Igen, csak fog dőlni. Gondolj bele abba, hogy jöttek a japán autók, mi jött? Jött a Honda először 69-ben, aztán jött a Toyota 70-ben, aztán jött a Nissan, összesen jött hat márka. Ugye? Hat. És így tapogatóztak. Koreaiak mi jött? Először jött a Hyundai, ugye még a Konzumexen keresztül a Pónikkal, aztán jött a Kia, meg a meg a Dévu, meg a Sangyong, meg a és pár márka. Itt Annyi márka jön egyszerre, teljes modell, modellkínálattal, és jó modellkínálattal, hogy egyszerűen nem, olyan, mint hogy egy alternatív univerzum lenne, és azt így idehoznák. Figyelj, ez, ez egy, ezt így beétik ide, akkor így kifröccsen az európai autóipar a, a lavor szélén. Direkt fogom ezt most mondani, és majd fröccsen mölé töltő is. Erről majd beszélgetünk. Máshogy nem, hogy néz ki a világ él. nyugaton, nagyon szeretjük szidni, hogy jó, nem megy, meg özé, meg... de azért, azért megy, igazából jó sok villanyautót látsz, nagyon sokat. Nem mindenhol, Észak-Norvégiában nincs, aláírjuk, Észak-Svédországban nincs, Déli, délen nincs, az olaszoknál 3% a penetráció, de itt ebben a középső sárban, tudod, ahol elég sok ember él, ott már van. Szóval azért lesz érdekes ez a mai adás, mert már érzem, hogy egy csomó témánk össze fog érni bizonyos szempontból. A következő az kivétel, de itt a szerkesztőség tagjait azért némiképp érinti. Megemelik az autópálya díjat a nagy lakóautóknak, illetve nem csak megemelik, hanem bekerülnek a húgórendszerbe, tehát kilométer alapú elszámolás lesz mondjuk ezek a három és fél tonna fölöttiek, amik azért elég nagyok, de a sima autópályadíjat is jelentősen megnövelik. Most itt fölírtam magamnak, mert számokat nehezen tudok megjegyezni, de azt írják, hogy a személyautók és a kisbuszok ematicája 16,2%-kal drágul. Hát azért az elég brutális növekedés. Láttad azt a számítást, Viktor, amit ott írtak azon az oldalon? Hogyha elmész Ágfalváról a Tiszatóhoz, ami körülbelül 300 km autópályán, és még valami 30 közúton, ami fizetős, akkor az 40 ezer forintba fog kerülni kis hiány, 38 900. egy, egy Egy van? lakókocsi van. Én a, én Göbi, a... ez a 3,5 tonna fölötti, ez egy releváns méret, vagy ez csak a gazdagok játékszere? Díszletnek Ö... ott volt az az. De, de ne, hát majdnem mind nehéz. De miről van szó, ugye a 3,5 és tonna Alatt itt is a lakóautó besorolásút, nem erről volt szó? Én is úgy tudom, hogy a lakóautót is, csak az nem annyira. Azt, azt is megemelik, és... de ugye a 3,5 fél, fél tonna fölötti az bekerül a húgórendszerbe, tehát az... de, de a Hugo rendszer az még plusz egy másik történet. Itt most de. az a baj, hogy a, az autópályadíjakat ámblok megemelik. Most ugye én egy Rangerrel járok, ugye az hű teherautó, tökömet az, az most 87-89 ezer lesz egy évben. Valahogy. De, de nem, hát akkor most jön el az, amikor megnézem, hogy merre járok, és megveszem a Pest megyét, ami azt is emelik, ugye, meg a megyéket, meg a nem tudom. Nekem az a bajom, hogy nyomorék vagyok ebből a szempontból, minden év elején mindig, tehát már Excel táblázatom van minden, de mindig elbakszom, és mindig nem lesz pályamatricám, stb. De most előre meg kell venni a megyéket, mert ezt már nem éri meg. Tehát csak azért, hogy jó, hát, mit tudom én, legyen. Tehát egy 90 ezer forintért nem. Nekem volt egy olyan évem, amikor, amikor így döntöttem, hogy megyéket veszek. Nyilván akkor mentünk el olyan forgatásra, ami másik megyében volt, <laughs> szembe, úgyhogy súlyosan deficitesen kerültem ki. Hát én minden évben ezt megoldom. Úgyhogy én, én bele Egyébként a három, három, és fél tonna feletti lakóautó azért nem jellemző. Tehát Magyarországon főleg. Magyarországon nem jellemző. Amerikában igen, itt nem jellemző. De az, hogy ez amikor elolvastam ezt a hírt, akkor arra gondoltam, hogy most mi értelme van? Annyira nagy bevételt nem fognak csinálni, ellenben rossz állít, azt igen, az összes, összes lakóautósnak. Ez egy tipikusan hülyeség. a ugye, németeknél, szerint ez... németeknél van ilyen például sok, mert ugye jönnek van, át a német, van, ott ezek a kihúzható fiókos. A itál, ott ott de van őket több van, több van de ott húzni. Jó, srácok majd mennek a mellékúton, aztán jönnek a kis hogy ugye na most akkor megint itt van a, a forgalom betörnek az ablakok, mert 8000 autó fog arra menni. Ez minden, minden mindig valami, valamit okoz. Engem az háborít fel, hogy közel 100 forintért, mondjuk én, mi a tökömet kapok az autópályától, ami tavalyhoz képest többe kerül. Tehát az, hogy, az, hogy és most ezt múlt héten kim voltam Több Bécs, Bécs mellett, nem, nem, nem. Figyelj, és most lehet a hülye hofi viccre gondolni, ami, ami most tök igaz, hogy ugye mondta a Hofi, hogy hú, számolja a kátyúkat, aztán egyszer csak elfogyott, és jó, hülye, kiment Ausztriába. Baszki, aki most átjön, én egy ranger jöttem visszafele, figyelj, a magyar határon én kiszakadt jöttem, majdnem én. a futóműve. Én is jöttem. Ez így van. Hát, hát, ezt basz, tudjuk. Meg 50 méterről van szó, 50 méter, legyen 100, amit ha leaszfaltoznának, akkor elérne a pályáig, meg az osztrák út végétől. De várjál, Zoli, és utána van még egy ugrás, amikor beérsz Budapestre. Az már megint egy dolog, van, mert ott is most is a pályáról dolog. beszélünk. De az, de, de az tényleg az, de... az az egész hegyes-halmi határát kellő, úgy, ahogy van, az egy az... übergáz. Egy szépen, a, feliratokkal, az a feliratokkal, a feliratokkal, az... a futófényekkel, 1900 a terelőtáblákkal. Tehát igen, nem, igen. Albánia már jóval előrébb. Nem, igen. most, de 80-ban Albánia, az Albán határ lehetett ilyen. De e, szégyen, érted, érte? ezt... így néztem, és mikor belementem a kátyúba, majdnem kiestem az ülésből, jött, néztem, mögöttem jött egy Audi S5, vagy bárhogy, tök mindegy, az mit csinál majd ott, ahol én, a Rangerrel, az ekkora puffadt gumival, azt mondtam, hogy... Hú, bazz, meg de tudjátok, ez nem lehet felújítani, mert nagyon keskeny az út. Nem, ilyenkor mindig az van, hogy nem a közútkezelőjé, nem az önkormányzaté, Igen. hanem a mit tudom én ki és akkor így egymásra mutogatnak, de tényleg, én, én is pont most voltam ugye Ausztriában, jöttem vissza, és eleve az a terelés, ott a táblák, a futófények, az egy, egy igazi, és most már nem mondhatom Mocskostán azt, hogy egy igazi Balkán, mert nem, mert a Balkánon már előrébb járnak. Ott Igen. írja ugye a Sándor a gomkötő, hogy 52-es úton, nem, tudom, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ilyen út van, és ebben is igazatok van, ami felháborító, hogy gyerekek, fizessetek többet, egyébként 16%-a drágább lesz, de 16%-a szarabb az de út. Nem, nem a pályára kell a pénzért, hanem másra. Értem. Leszarom. Tehát kezd elég lenni. Elég az, hogy, hogy mindenért, ott van a, a vadkáros hír, ugye megszűnik minden, minden az autósnak a felelőssége lesz. Ö, igazából az van, hogy ez tök egyszerű. Ha autóval jársz, akkor még biztos van valamennyi pénzed, azt el kell venni. És ezzel kezd tele lenni a tököm. Hát az autós, az autós a nemzet fejös tehene, és akár meddig lehet fejni, mert menni kell. Hát Úgy már mert... nem kell menni. Tehát, hogy ez van. Na jó. E... mindenkitől, kicsit nem különben, a, a nagy probléma az inkább a magyarokra nézve, hogy a lakó kocsit. Elkezdik nagyon emelni. Nem tudom, hogy azt néztétek az ilyen zárójelben van benne, és azért is vettem elő a lakókocsi hát, is példát. A és, a, és a lakókocsi azért az egy olyan dolog, ami sok embernek van. De egy csomóan mondjuk a munkásszállásnak használják, azt is hurcolni kell, és hitel nem fogja megérni. Hát miért meg megpont erről beszélt Zoli, hogy, hogy nem nyerhetsz? Tehát, nem, hát, nem, 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 nem. Hát ez egyszerűen nem nem oké. Okay. Tehát, hogy, hogy aránytalanok ezek a dolgok. Elképzelnek egy ilyen büdzsétervezést, ott ülnek és gondolkodnak, honnan lehetne még, honnan, mit emeljünk, mit emeljünk. Én, tudod, van ott a műszerfő, és van egy ilyen nagy piros gombra, hogy autósok és Ja persze, de hülye vagyok, nyomjuk meg. Á, ah, meg hihet. Még egy bér. Bér. Ja. Menjünk tovább, mert belelendülök. és... Menjünk tovább, menjünk a tovább. Mikrofon. A következő pontunk az az, hogy nagyon érdekes dolgok történnek az Európai Unióban. Ugyanis úgy döntöttek, hogy azt az Euró 7 normát, amit eredetileg gondoltak, nem vezetik be, hanem személyautókra marad az Euró 6-osnak megfelelő Euró 7 norma. Ezzel egyidejűleg Angliában mondjuk az angol miniszterelnök azt mondta, hogy a korábbi kabinetek elhamarkodottan döntöttek a autós célokról, és kitolták ezt a klímavédelmi határidőt, úgyhogy most már 2030-ról 2035-re módosították azt az időpontot, hogy, hogy kitiltják a belső égésű motoros autókat. Nem, 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 ne, 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 ezt ne a, így. A forgalomba hozatalán A forgalomba, forgalomba hozatalán meg külön ki er is emeli is hogy ö, használt belső égésű motoros autóval nyugodtan az maradt, lehet de, utána persze, is. Na de eskerni. akkor is. Tehát ö, nagyon úgy néz ki, hogy, hogy kezdenek fölébredni a törvényhozók, hogy ez az erőltetett elektrifikáció, ez nem fog menni. Ez nem megy. Aha, persze, meg az autógyárak de, nem bírják majd, figyeld meg. De az Euróhéttel már eleve ez volt, amikor bemondták a határértékeket, akkor sok gyártó mondta, hogy igen, valószínűleg meg lehet csinálni, csak olyan pluszköltséget hoz, hogy a kisebb járművek nem bírják el a, mint az árrésükben. És de, már egy, akkor ez is mondták... Egy hí... De várjatok, az elektromos járművek ugye elbírják most idézőjelbe, tudom nem, az meg mit tudom én, de azt tudja. Ki, ki az, aki nyomul elektromos országból? Kína. Kína. Hát... Lehet, hogy rájöttek az Unióból hogy gyerekek, hát tökönlő, Kinek amunkát. jó ez? Hallod? Abszolút már már a vizet. Ugye itt az történt, hát, csak ez na. ritkán van összefoglalva, hogy Kínának nem volt autógyártása, és akkor megvettek mindenféle régi Mitsubishi, meg Mazda, meg Citroën, meg GM, meg mindenféle licenceket, akkor Tobi ott tápolgattak autókat, és akkor újat kellett csinálni, hát ugye Ezeket már gyártották akkor. Volt akkumulátoruk, volt mezejük, volt lítiumbányájuk, mindenük volt. Hát akkor fejleszük a, a villanyautót, hiszen nekünk ott van az összes forrás. Elkezdték ott bent fejleszteni a nagyon-nagyon pocsék szar villanyautóikat, amikkel röhögtünk. És akkor egyszer csak úgy összejött a know-how, és elkezdtek jókat csinálni, megvették a, az európai mérnököt, hogy tervezzen futóművet, elhozták a Nürburgringre tesztelni, megvették az európai dizájnant, hogy csináljon nekik ö, formatervet, és szintetizáltak nagyon jó autókat. Ezt nagyon rossz kimondani, és ne vegyetek euro, vagy kínai autót, hogyha jót akartok az európai gazdaságnak. De hogyha magatoknak akartok jót, ez, ez tisztán önzés kérdése. De az miért ember. önzés? Hallod, én egyszer élek. Mi a tökömér, ne akarnék magam Mert jó Mert azzal, hogy megveszed ezt az autót, azzal hosszú távon az európai gazdaságot döntöd Értem. össze. Egy haverom mondta erre, háló, hogy háló. jöttek a japánok is. Idő, csík! Alexandrosnak köszönjük egyébként. Jöttek meg, meg a denártnak. Jöttek is. a japánok, nem döltünk bele. Nem, csak ez az európai fejlődési görbe ott megtört. Jöttek a koreaiak, nem döltünk De, bele. Haló. Nem, csak. Tehát rosszabbul élsz attól, hogy koreai autó van itt, meg japán autó, mint még ha itt is gyártják. Nem ne élek rosszabbul, tudod miért nem? Mert nyomja ki a seggem az Európai Unióban dolgozó cégek, akik ugyanazt gyártják, mint a kínaiak, csináljanak olyat, mint ők. Nem, Zoli, nem, nem, nem? itt a probléma. A, a, a szervized óradíja lenne magasabb, Hogyha, hogyha, nem jöttek volna a japánok meg a koreaiak. Mert az általánosan gaz a gazdaságra vetítve egy másik fejlődési pályát jelentett, hogy kiviszik a profitot. Azt értem, viszont azt nem értem, hogyha innen 1000, 2000, 5000 kilométerre ugyanez, mint a nyomorult paradicsom paprika esete, hogy itt amit itt termelnek vecsésen, az valahogy drágább innen 23 kilométerről behozva, mint Spanyolország alsóról 3000 kilométerről. Ugyanezt tudom mondani a kínai dolgokkal kapcsolatban, hogyha ők ott meg tudják csinálni, és most persze ez egy ilyen kicsit demagóg, mert lopnak, meg innen összetett, stb. stb. De hát könyörgöm, ha még ha lopták is a tudást, tehát innen lopták, akkor itt mi a tökömér, nem tudják megépíteni ugyanazt az autót, Ugyanolyan áron, ugyanolyan jól. A munkamorál. Inkább, én én inkább az, 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 az munkam kérdezek még a hogy Szeretnénk azt, hogy egy európai munkásnak olyan munkakörülményei legyenek, mint egy kínai munkásnak. Azért mondtam, hogy demagóg, mert van vannak olyan még fizetése dolgok legyen. legyen. Tehát a Kína versenyképessége azért sok minden olyan dologgal is magyarázható, amit mi itt nem szeretnénk Európában. Így van, De... hogy a, a, a társadalmi szintjük van más hej, helyzetben. Tehát tökéletesen igazat adok, Amerika. Most ha jól tévedek, azért van egy olyan fogalom, hogy védővám. Tessék, akkor legyen az a nyomorult kínai autó. Hát egy erről beszél korint. Ursula von der Leyen, egyfolytában, hogy most már itt az ideje, hogy bevezessék a védővámokat. Szerintem öt évet, öt évet elkéstek. De megy a PC, meg a pöcsölés. Ott én a Várkonyi Gabinak olvasom állandóan a blogját, öt éve erről papol állandóan, hogy, hogy emberek baj van, baj van, ott szirénázik, és tökre igaza van. Sokkal régebben kellett volna észrevenni. De jó, bocsánat, még egy szó ebben. Értem, a Várkonyi Gabi is tök jó, meg mi is tök jó elbeszélgetünk. De nem nekünk kéne erről beszélgetni, hanem azoknak, akik a pecsétet tartják. Meg, a, meg tehát ez, ez, így, hogy van egy, egy baromság. Sírunk azért, amit saját, a saját magunk által megteremtett uniós rendszer tesz tönkre, és most akkor nézzünk nagy szemekkel, hogy jé, tönkre ment. Hát igen, jönnek a kínaiak, és aztán majd jönnek mások is. Ö, Európát egyébként sok minden szempontból a saját értékei teszik tönkre, de most igen. fejezzük ezt be, mert még a Göbít belkezdett egy félmondatban, amit én belefolytottam, de egy nagyon fontos félmondat, hogy az Euro 7 kinyírta volna a kisautókat. Tehát látjuk már, hogy a Ford Fiesta például elpusztult, és hogyha bevezették volna az Euro 7-et, akkor kipusztultak volna a kis autók, azok az autók, amik például az összes Latinországot, Franciaországot, Olaszországot, Spanyolországot uralják, mert ott azokat az autókat használják. Meg ne felezz, nem csoda, hogy a spanyolok üvöltöttek emiatt, az 7 miatt. Hát ők ilyen autókkal mozognak. És az a vicc, hogy ugye annyira a, 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 a görbe tetején járunk, hogy hogy most már nagyon-nagyon nagy befektetéssel lehet nagyon-nagyon kis emissziócsökkenést elérni. Tehát az a baj, hogy az Euró 6D-hez képest az Euró 7 mérhetően nem hoz nagyon nagy előrelépést, minimálisat, viszont sokkal drágább megvalósítani. És most kérjük meg Göbit, hogy magyarázz el már végre ezt nekünk, hogy miért van ez így. Alapvetően a probléma nem csak ezzel van, hogy a görbén fent vagyunk, és nagyon nagy befektetéssel tudunk nagyon kicsit, kicsit uh, hozni rajta, hanem egy, tényleg, hogy a kisautók autók árésébe egy ekkora investíció, stb., hogyha még keresni is akar rajta a gyár, már pedig miért akarna nem jótékonysági hivatal az autógyár, nem fog beleférni. A másik probléma pedig az, hogyha valami csoda folytán, mondjuk a mostani, a égésű motorok mostani szennyezését, most legyen plug-in stb., felére csökkentenénk, amit lehetetlen, lehetetlen, de felére csökkentenénk, a globális szennyezés az alig 2-3 százalékot csökkenne. 2-3 százalékot. Megjöttünk oda, ami már régebben egy ugye Tehát ez az van, hogy, hogy, értsük, hogy ha én vagyok egy, egy motocross versenyző, és a, az egyenesbe tudok egy nagy gázt húzni, és akkor tudok három másodpercet javulni, akkor nem a kanyarba próbálok két tizedet lefaragni, és ott hagyni az a, a, a izzadságomat. Hanem... A két tized a kanyarba látványosabb, mint az egyenesbe a három másodperc. És itt a De válasz... az egyenesbe a három másodperc az egy mozdulat. Hát ezt ne ne, ur, Urzulával kéne beszélni. Nem csak Urzulával, hanem, hanem, hanem előtte nem értették A lények, illetve a valós dolgok kellene, hogy motiválja a döntéshozókat, nem pedig a politikai lózungok politika és a pénz. Így van. Na, hát lépjünk tovább a következő témánkra, ami, meg, ami megint csak csak, csak ez a téma. tényleg, tényleg zsörtölődős hétfő. A Volkswagen a Cvikaui gyárban, mi jut nekünk Cvikauról leszünk be? Minden is. Tehát a Cvikaui gyárban voltam, gyárban három műszak helyett két műszakban gyártja az ID 3-as volkswagen és a Cupra Born-t, mert nincs rá elég kereslet. És mindeközben a Volkswagennek az elnöke Thomas Schäfer júliusban azt mondta nagy plénum előtt, hogy a Volkswagen márka jövője bajban van, konkrétan ezt mondta, idézem, ég a tető a ház fölött. És nehogy úgy járjunk, mint a Nokia járt annak idején. Ö, tehát az van, hogy nem jön be a a, a a az elektromos autó. És akkor most csiki téged kérdezlek, hogy csak a falvénak nem jön be szerinted az elektromos autó, vagy ez már az elismerése annak, megint csak amiről előbb beszéltünk, hogy ez az egész elektromos st stratégia, ez túlságosan elhamarkodott volt mindenki részéről. A, a, a Stellantis nagyon állítja, hogy nekik bejön. Tehát ők azt mondják, hogy ők eleget adnak el, de ugye nekik egy mixük van, mert, mert a a mindig gyártanak. Hát igen, de az nem sok autó, ugye, az a probléma. Sok-sok márka mind egymással veszekszik, és mind fölzabálja a másikat. Kicsit rossz ez a Stellantis, ahogy van, mint rendszer. De, de ők nem panaszkodnak a villany, ö, autókra. Ugye a Volvo egészen sokat elad, most kihozták az ex 30 est az elég jó áron is lesz, de nekik kínai hátterük van. Üm, itt, amit nem is mondtál, Viktor, az az, hogy október 2-től 13-ig kompletten bezárják, és ö, október 2-től 16-ig Dresdát kompletten bezárják, és hogy két két olyan gerinc modellt érint ez, a, ez az egész, de ezt mondtad, hogy mint, mint az ID3 meg a Cupra Born, az ugye ugyanaz az autó más emblémával kicsit hát más hangolás. Ez a közepe mindennek. És volt egy cikk az economist nem rég, és fölvetette, ez volt a címe, hogy mi lenne, ha a Volkswagen nem gyártana többi autót. És elővette az ember a párhuzamot, hogy nézétek meg, és most nagyon figyeljetek, hogy a Kodak a világ legnagyobb cége volt. Lényegében ők találták fel a használható fényképezőgépet, a beadható, előhívható filmet, a Kodak tette tömeg hobbivá a fotózást 1899-ben vagy mikor. Na most a Kodak az másfél év alatt dőlt össze a világ legnagyobb cége volt. Megkerülhetetlen Obelisk szerintem nagyobb volt, mint a Volkswagen. Majd Porsche. De hogyha nem emlékeztek a film, mert ilyen boomer dolog ez a filmes fotózás, akkor mondom a Nokia-t, mert a Nokia-ra azért szerintem emlékeztek. Egy időben mindenkinek Nokia telefonja volt. Akinek nem Nokiája volt, az ilyen szerencsétlen Így szemét van. volt. Nekem sose volt nokia -m. én mindig szerencsétlen szemétnek éreztem magam, ilyen nem alternatív És köszönöm. De a Nokia, pontosan tudjátok, hogy egy őrületes, az a mindenki Nokia akart volna lenni. Meg Ericsson. Másfél év. Két év, Az két év alatt dölt össze. Jó, de valamit. Elhibázott döntés, nem figyelték jól a trendeket, és már leestek a térkép szélén, és a Volkswagen jelen pillanatban lehet, nem merem kijelenteni, mert nem vagyok közgazdász, de jelen pillanatban valahol itt jár. Csík, hát csík, ezt, csík. Mutatja Bár, ezt mutatja egyébként. mutatja Viktor, ké... bocsánat, hadd had, had mondjam igen. el. Lehet, hogy inputot ad ahhoz, amit mondani akarsz. Hogy a legújabb hír az, még nem publikus, de hogy úgy döntöttek, hogy mégis lesz Golf 9. Mert visszanyúlnak a... Elektromos lesz, ugyan, a, a plegykák szerint, de mégis lesz Golf 9. Úristen! Én, én azt gondolom egyébként, ne haragudj Zoli, hogy még itt fénykávón becsúsztak, látom. hogy az is hátráltatja kicsit a Volkswagen csoport elektromos eladásait, hogy a, a, a vásárló közönsége ö, konzervatívabb, mint, mint bizonyos más más márkáknak, és itt akár a kínaiakra is gond. Tehát, hogy, hogy azért akárhogy is van, a, ezeket az új technológiákat, azokat, azok a a, az emberek veszik meg, akik szeretik az új technológiákat, meg a Volkswagen, meg inkább ilyen, ilyen lehet, hogy kicsit még magamat is beleteszem, tudod, ez a konzervatív Adidas cipő, Volkswagen, Nokia telefon, ami már ugyan nincs. Ja, és tényleg. Bevet jó dolog, ami működik. Egy igen, kérdést igen, akartam, igen. csak közös. Várja, a Göbi annyira, jó, annyira jót mondott most, figyelj, szenzációs, amit mondtál, mert én a másik oldalról hallottam ezt végig a Tannisztesten, hogy a, a, a Hyundai-nál is, meg a koreaiaknál is, még az európai formatervezők is azért terveznek direkt más autókat, mert mindenhol azt sajkozzák, hogy jön egy olyan paradigmaváltás, aminek a súlyát még nem érezzük, és egy csapásra, cikivé fog válni minden ami réginek tűnik, ami autónak tűnik, és most nagyon nem autókat kell tervezni. Nézd meg majd a, a Hyundai Kona-nak a formatervét, arra nagyon emlékszem, hogy arra mondták is, meg a Kia EV9-es formatervét. Ezek nem autók, hanem ilyen rajzfilmfigurák. Még keresik, hogy merre van az az út, de, de el, el akarnak szakadni. Azért megvárom és, én azt, amikor pont... S600-ba ciki vagyok a körúton, de mindegy. Szerintem már most... Ha és persze. <laughs> De ja. van az az város. És a, és, a, és a másik az az, hogy ugye a Volkswagen pont annak a dugájába dől bele, hogy, hogy kiépítette azt, amire mindenki vágyik, egy, egy megbízható, hűséges vevőkört, amelyik akkor is volkswagen vesz, hogyha három kereke lesz, mert, mert a Volkswagen jó. És alapvetően van okuk, tehát volt oka annak, hogy kiépült ez a hűségrendszer. És pont ezt, pont ezt. Akkor is meg fogom kérdezni. Ott Ott a Tannison, ott vannak az elektromos autók, itt az ID3 válság, gyárbezárás. Ha fogunk egy ID3-at és az ő kategóriájának megfelelő kínai új csodát, árban hol vannak ezek egymáshoz képest? Lejjebb egy MG4, ami jobb szerintem jó. Hát már az ID3 olcsó. Az ID3, az, az, ID. 3, az, lejje, az nem, nem, az MG lejjebb van. Na, hát és nem lehet ez egy egyszerű, paraszt egyszerű válasz erre? A gyerekek, ugyanazt gyártod, bár egyébként, amit téged hallgatlak, azért néhány dologban a most bejövő tanniszos kocsik versus ID3, ID4, tök mindegy, sokkal ö, lesz. jobb lesz. Jobbáron többet kapok. Nem csak az az újdonság, mint hogy, hogy 250 vagy 4000 színű leden van, hanem értelmesebb dolgok is vannak benne. Magyarul Hoppá az emberek nem hülyék, van valami, ami ugyan nem Volkswagen logós, tök mindegy BID logós, akármilyen lógos, de hát gyerekek, hát ez jobb és olcsóbb. Akkor azt fogom megvenni, és a Volkswagen kapja be a seggem. Ilyen egyszerű. Egy része. Igen, és csak tök akkor itt marad a, a profit is. Európában, úgy meg kimegy, érted? Ez, de ez csík, egy olyan és dolog, amit meg... nem tudunk megfogni. De, de ez nem barja. érdekeli az embereket. Tudom, de meg egy... fogunk dögleni. Hát de meg megdöglünk. Fogunk. Ez, ez, a, ez a másik uh, dolog, amiben igazat mond a Zoli, és én is ezt, ezt érzem, hogy, hogy a közönség is megváltozott. Tehát a fiatalok már nem azért vesznek autót, mert autó legyen, mert az eszköz legyen, és az eszköz szeretjük, mint mi annak idején hanem a céllal veszik, hogy el tudjon ja. menni A-ból B-be, ezért aztán gyakran nem is vesznek, hanem hanem kárséringet használnak. Igen. Én nem tudtam volna elképzelni magam 19 évesen, hogy én kárseringeljek. Azért nem, mert nem volt még arra se pénzed, hogy buszozzá. Most kicsit más. Tévedsz! Tévedsz! Volt? Gazdag voltam! Figyeljetek, nagyon a... változik a világ. Most okádjatok ok, le, de én ma Hol? például erre jöttem zuglóból. Tied ez a szarit? Igen, enyém az a persze, szar. persze, egyébként... Na jó, de egyébként... azért jöttél erre, mert tejfakasztó bulira megy Azért, de voltam már itt egy jó párszor Ez dolgozni, láttad már azt. Milyen az lesz, lehet, amikor... hogy de nem, de, de, a többiek látták de én már. Ezt... Tejfakasztó ezt én én részegen rollerezik. <laughs> jó nagyot lehet a vele a jogosítványt egyébként, tehát hogyha részegen rollerezel... Nem, mert a bicikli szabály vonatkozik a 350... Sajnos nem, közvetlen baráti körben volt példa, rendőr megkérdezte, hogy van a jogosítvány, van, kérem szépen. És én volt, és Lyman volt. Jó, de mindegy, Az mert lehet. viszont most, hogy tudom, úgy is följelentelek. Nekem állampolgári kötelességem. Írd fel a rendszámomat nyugodtan. Most még a hátsó sárhányom is letört egy gödörben, mert, mert vannak gödrök. Terepezett részegen. É, így van. Részegen terepezett, taknyába fulladt, vagy hogy is volt. <laughs> <laughs> Taknyosan szopott, megfulladt. Igen, ez volt, a, ez volt a legendás velvetes Fú, cím. Is cím ezt a, de a egyébként... Capp, ez szerintem a Cappe címe volt. Na mindegy. Ne szakmázzatok. Jól van, ugorjunk. Egy egyébként tényleg. Muzáj. Már csak egy mondat elejéig. Egy mondat, erejéig. Egy egy mondat nem jó. Mondja, göbi, mert te... Nem, én adom ezt a mikromobilitást, akár elmobilitás formában. Ez, ez, ez tudja ezt a nyomorult várost kimozdítani ebből a helyzetből, ami most van, hogy hogy négy órától hat óráig, meg, meg hét órától kilenc óráig nem lehet közlekedni. Oké, okay, és ebben is igazad van. Tudod, mi a legnagyobb probléma, amit én most így ebbe összefoglalóan látok? Az, amit a Csík néz most bejövő modellek, ugye ár, értékarány, az emberek ezt nézik. Te nézed ugye azt a jövőképet, hogy de jó lenne ez, mert akkor a város meg a környezetszennyezés. Azok, akik döntenek, rohadtul csak azt nézik, hogy a profitot hogy kapják meg. Ez így van. A te kis idé hármad, biztos vagyok benne annak ellenére, hogy a kínai gyártásban, úgy, mint a Viktor említett, ugye a munkakörülmények, az árak azért az, az egy jelentős tétel. De biztos vagyok benne, hogyha a két autót megnézzük bekerülési költségben, nem lesz többszörös napságrendi különbség a kettő közt. Mégis ugye a Volkswagen ne azért jóval nagyobb profitot realizál. Most a vásárlók tök mindegy melyen okból elfordulnak ettől, és akkor most nézzünk, mint Rozi a moziba, hogy hát be kell zárni a gyárat, mert nem tudjuk eladni azt a szart, amit gyártunk drágán. Végre én ezt mondom. Ha másképp nem, régen az volt a forradalom, kimentek, Bottal verték egymást. Most legyen ez. Vegyék meg azt, ami ha a kínai jobb, árértékarányban, annak ellenére, hogy kimegy a profit, mert erre azt kell mondjam, a profit kimegy. Ez nem a mi problémánk, vagy nem az emberek problémája, hanem azoknak a, azok miatt van, akik ezt az egészet hagyják és vezetik. Nem mi fogunk gazdasági döntéseket hozni, de ez így, ahogy most van szar. Mondtam a védővámokat, de biztos vannak ennek még gazdaságilag sokkal sokkal hogy mondjam, jobb, meg bonyolultabb ö, megoldásai, de hát nem történik semmi. Végeztem? Most kérünk egy tapsot. <laughs> de egyébként ezt jó, ez jó megmondtad, jó megmondtad, csak én ehhez azért nem szeretek hozzászólni, mert ez annyira összetett, sokrétű dolog, és mi annyira a szegletét látjuk ennek az egésznek. Tudod miért ez az összetett, ez a sokrétű dolog? Ez tök jó, mert ők is ezt mondják, hát, öcsém, Göbi, te -e de annyira azért nem, mi a nagy képet látjuk. Lófaszt, a nagy pénzt látjátok, mert azért nem a hajógyárakat, meg a hajókat csesztetik ugye a környezetszennyezéssel, a hajó az... jó, 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 tudom, az tudom. Az nitrogénoxid, nem... az, amiből milliószor annyit, és széndiokszidból. Sok... Meg a korom. Sokkal a korom? több mindent lehetne csesztetni, csak azok nagy vállalatok tulajdonában. vannak, azt is amiket nem csesztetik. Azt is csesztetik, mert az összes hajóba bele kellett építeni, ami Európai Uniós zászló alatt fut, az összesből bele kellett építeni ezeket a vízzel locsolt ilyen, ilyen kürtő akármiket, ami amikor a nitrogénoxidokat és a kormot megkötik és alul gyűlik Sík, össze az tök egész. Jó. Ezért mennek a hajók Aki... panamaizásra. A, a Panama meg... is sajnos, igen, ezért mondtam, hogy a Európai Unió. Oké, okay. ezt... akkor megint mi van? Itt a... Ez volt a Titanic. Í... Í... Az itt levő Jéken. hajók füszszürővel mennek, vizes rendszerrel. tök jó. Mindenki más egyébként nem ezzel megy, Ekint Európa menti meg a világot. Egy lófaszt nem, nem, nem megyünk meg, magunkat lőjük tökön, és utána ha, azt mondjátok, hogy nem veszük a szaros idéjármat, ezért én megölöm Európát. Nem én ölöm meg, hanem az, aki ezt kitalálja. Nincs köztünk vita. A kikötőkbe nem állhat be olyan hajó az Európai Unió határán, vagy határán, vagy közelében, Igen. ami nincs ez a buzi fűszűrő. Csók. Na jó van, kellően felbosszantottuk magunkat, és egy sötét jövőképet vázoltunk föl. Úgyhogy mielőtt sírva fakadunk, utazzunk vissza egy kicsit a múltba Zolival. Megmutatjuk. Aki... Németországban volt egy különösen érdekes és izgalmas úton, amiről nem fog mindent elmesélni, mert a mindenből adás lesz, de nekem megütötte a fülemet egy-két dolog, és ami nem lesz adásban, arról beszéljünk egy kicsit mára mennyire lehet. Például arról, hogy miért vizsgálnak veterán autókat izotóppal. Micsoda színe van? Azért, mert, mert, az radioaktív az az autó, az annyira Nem, gyöngő. igazából amire a Viktor gondol, az ugye az, hogy a hely nem titok azért, ugye? Tehát, hogy ez a Szavéri Zolinál voltunk kint forgatni, ahol többféle anyag is készült. Itt mondjuk az egyik demonstráció, igen. Szóval az a lényeg a dolognak, hogy ez, amit a Viktor említett, ez egy Mercedesnél, például gondolom más márkánál is, de itt a Zoli konkrétan a Mercedesről beszélt egy megrendelhető szolgáltatás, hogy ilyen izotópos karbon, nem tudom pontos szakszó, de ugye amivel a, az év meghatározás karbonkori vizsgálat. Hát ez egy anyagelemzés, nem? Hát igen, 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 ami alapján a szén, a, a széntartalomból és minden ilyen egyebekből meg tudják mondani, hogy hány éves az az anyag, amit vizsgálnak. Most ugye ezeknél az autóknál, most jelesül a SL300-aknál beszélgettünk erről. Ugye ez azért fontos, mert van egy ilyen autód, és akkor szeretnél egy ilyen szertifikátot, hogy ez az autó valóban nem tudom, 70 éves. Na de most itt az a kérdés, hogy 1956-os vagy 57-es az autó? Nem, az a kérdés, hogy mondjuk tegnap rakták-e vagy nem. Tehát mondjuk ilyesmi. Meg az, hogy meg tudod nézni a bizonyos pontjait a karosszériának, ahol szóval, hogy mondjam, most itt kimész, ugye minden autó sérülésmentes, ez teljesen egyértelmű, aztán néha meg látsz róla egy képet, amikor még gombócba gurul a M3-as szélén. Csiki, ebbe uh -huh. te vagy otthon, hogy mit, mi, mikortól replika egy autó, mikortól restaurált, hát Ennek mikortól nem tudom, hogy milyen százalékai vannak, de tudod, hogy van a Pursang Bugatti, ami a T35-ös régi Bugatti, a 20-as évek végi, 30-ös elej, évek elejé. És az argentinok rendszerint kirakja, Argentinában készül a sajátjukat, meg az eredeti Bugattit és megkérdezik a vásárlátogatóktól, hogy na, szerinted melyik az eredeti? És az egyik kopottas, másik még kopottas, a még kopottasabb az a két éves Bugatti. Úgy megcsinálják, hogy meg nem mondod, még a rosda is eredeti rajta. Itt teljesen jogos ez az izotóbb vizsgálat. De például ott az Elvis Presley BMW-je, aminek én láttam a felújítását, és igazából egy foltokkal jól megmenthető autó lett volna. 95%-ban ő maga maradhatott volna. Mit csináltak a BMW restaurátorok? Egész, egész paneleket leszettek róla, annak neki mész izotóppal, az egy öt éves autó lesz. Na igen, de ez, a, ez, ez mondjuk egy megint másik, egy morális vagy anyagi kérdés, mert ugye ezeknél az autóknál azért az átlagár most 1 millió euró körül van, tehát azért ennél a magasságnál biztos szeretnéd te is tudni, hogy tulajdonképpen hogy mi az, amit veszel. Most ez egy lehetőség, Persze, most ezekben a korokban nem működik az, mint itt, hogy sérülésmentes, akkor kinyitod a géptetőt, megnézed a sárvédőt, rögzítő csavarokat, ugye szét van tekerve az összes, ami valószínűleg az a sérülésmentes, az, az nem annyira igaz. Na most ennél az autónál, ami kinyitsz egy ajtót és látod rajta a nyomokat ez nem annyira releváns vizsgálat, mert hát attól még, így készültek. Tehát, hogy ezek, ezek ilyenek. Ez a vizsgálat, ez csak a fémalkat részekre terjed ki? Ott írta valaki, ugye, hogy kőzetre, de hát most, hogy szénizotópos, radiokarbonizotópos, igen, nem tudom, ennyire elég este volt ez a beszélgetés. Meg igazából nem is ez ragadott meg, csak hogy van egy ilyen vizsgálati lehetőség. Mennyibe kerül? 25 ezer euró. Azt a kutyafáját! Egy, egy autó, autó, egy autó, szabad... autó ára. <laughs> hát jó De mi ilyen autó most? Te azok mellé Már a 25 ezer. Az... De igaz egyébként. Én egy most csak azon gondolkozom, hogy van egy... Tehát, hogy melyiket tartom eredetibnek? Van egy olyan autó, amiben egy csomó fémalkatrész ki lett cserélve újra, de tök eredeti a belseje, nem lett újra kárpitozva a csak a belseje. Én nagyon értelek, Viktor. Viszont van egy olyanom, ami, ami, aminek az összes fém része eredeti, de újra lett húzva az egész belseje és terél. Ezt ne, vissza nekem, nekem, öregíteni. Nekem nem az kéne. A szövetet de... nagyon nehéz, mert már nincsenek azok a pamut szövetek. Igazából azért visszakérdezek rögtön, hogy oké, okay, ki van cserélve, és azt mondod, hogy új a fém, mind a ketten ezt mondjátok. És hogyha azt a BMW gyárban az öreg József cseréli ki, akkor az most eredeti, vagy mi itt hátul? Hát az öreg József, aki az 57-es sidályszárnyas csinálta, szót, az érded. már nem él. Rendben, csak hogyha te beviszed, és Mr. BMW megcsinálja a te BMW-det, hiába, hogy új anyagokból, tök mindegy, most az is, hogy a régi formán üti ki a sárvédőt, nem erről gondolok, csak az, hogyha ő, aki gyártja az autót, vagy gyártotta, ő megcsinálja ezt a Ugye, javítást. akkor ez az most eredeti... Ez számosítható, amiről beszélsz, mert ott a Jaguar ott az Aston Martin, ott a Land Rover és még ezernyi angol firma, amelyik most ilyen kis szériákban, 20 szériákban újra gyárt legendás modelleket. Igen. Utolsó csavarig újra gyártja, de ugyanolyan az autó mindene. Csak jobb, mert nyilván kiegyensúlyozzák a dugatjukat. Na, de akkor már, már nem ugyanolyan. Nem mi. És azok, azok általában 10-20 át érik az eredeti cuccon. Hát, hogy a felelje. Hát, pont erről van szó. Egyébként pont a Zoliéknál voltunk, ugye, azt hiszem, adás is készült róla, hogy ott volt egy merci, ami színatrájé volt. Ja. És annak azért nem cserélték ki a bőrülés húzatát, mert kívülről meg volt csinálva, de belül, hogy... tudod, már nem volt, ahogy ezt régen mondtuk, nem volt puki szűz. Jó, de például itt az az autó, amit ölelgetek ott bájolgó arccal, az ennek a nem tudom, most mexikói, talán, vagy valamilyen emberkének van kettő. Ez fel lett újítva anyjára, a másik meg lett hagyva az eredeti állapotban. Tehát kopott a bőr, funkcionálisan minden működik, de minden meg volt hagyva úgy. Tehát az nem ilyen csillogó, nem ennyire, hogy mondjam, reprezentatív, de ugye ez megint csak az, hogy mi a, mineked az igényed anyagilag, mert ugye a piac beárazza, hogy melyik mennyit ér, tehát hogy ez nem probléma, csak, csak, ugye ez, ezt el kell dönteni. Érzelmileg akarsz autót, te neked így tetszik, eh, hogy mondjam, anyagilag akarod, mert befektetni akarsz, ez egy, egy, csomó döntés. A lényeg az, hogy a tiéd a kocsi, meg lehet hallgatni ezeket az embereket, és el tudják mondani, hogy igen, ki lehet cserélni a bőrt, vannak eljárások, vissza lehet öregíteni, amitől úgy néz ki, mintha eh, ki lehet cserélni a fémet is, nem lehet kicserélni, ahogy a csík mondja is, eh, ugye az most az most szentségtörés, hogy Lukas az oldal, amere elrohat, akkor te most egy folttal bejavítod, vagy mi az anyámat csináljál vele, hiszen elrohat? Figyelj, van egy tesztem, egy BMW 501-es taxi, ami tényleg egy millió kilométert ment, mm -hmm. és 70-ben azért tényleg adtak egy új BMW-t, meg van az újságcikk, fönn van a teszt a neten, mindegy ki lehet Hány ilyen BMW történt 501. hogy újra hány edd, el, De ott megvan az újságcikk, ott az ember, a taxisofőr, akinek a BMW így oda, hogy a Noé -ja 1800-as BMW-t, vadi újat. És azt az autót a BMW elfelejtette, 40 évig rohasztották valahol, és amikor az új BMW Múzeum épült, ott volt egy tétel a könyvelésben, hogy egy BMW 501-es valahol. Elmentek ahhoz a céghez, ott állt kint az udvaron, szétrohadt, azt itthon csinálták meg Magyarországon azt az autót, mindent visszőregítettek rajta, direkt régi kanapékat, kidobott kanapékról szedték le a majdnem színezonos műbört a, a csomagtér gumi az a, a cégnek, a felújító cégnek a trafóházában 30 évig azon tapostak a munkások, és így Lukasra volt már kop, abból vágták ki precízen a, a, hátsó szőnyeget, a krómokat visszarosdásították. A... Figyelj, olyan volt az az autó, sikoltozták. Kint van a BMW múzeum egy fekete BMW 501-es, ha kint jártok, nézzétek meg. Megőrültök. És az autó tökéletesen vezethető, minden működik, és furra föl mert nem volt autó. Lényegében a külső hely volt, meg az a kocsiból, és az összes többi újra kell De előbb-utóbb azért el kell ismerni, szóval ebben a szegmensben, amiről most beszélgetünk, szóval ezek el fogja fújni őket a szél. Tehát akármi van, akárhogy óvják, meg van, aki nem óvja. Itt most írjátok a 250 GTO-t, azért egy ponton túl már nem lehet hozzá a részt találni, már a kispadláson sem lehet, már a ferrari sem. Van, amit használnak, összetörik, van, ami nem olyan körülmények között van tárolva, az azért megy tönkre, tehát egy ponton eljön az, amikor már meg kell csinálni. De hát, hogyha, Csík, ha már nincs eredeti öntött fékkarod, akkor öntened kell egyet. Azokat, amik így megmaradnak, azokat nem használják, hanem beteszik ilyen, izé, ilyen fölfújós hát, sátrakba. Oké, okay. Mennyi és azok lesz nem ilyen? autók, azok szobrok. Hát ő, árom, nem, nagyon, nagyon, sok ilyen. Jó, 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 most ez Sajnos szó, volt, nagyon tehát. sok ilyen van. De az igaz, hogy annyira újra gyárják, hogy tudod, a, a, kompresszoros alfa motorokat a 30-es évekből így legyártja egy angol firma. Minden. A, a, gond Úgy, nem ezzel van. blokk is. A, a, probléma onnan indul, amikor te megveszel egy ilyen 250 GTO-t, ülsz benne mosolygó arccal, majd kiderül, hogy amúgy azért nem ér 800 milliárd ezer forintot, mert amúgy egy újra gyártott szar, csak nem szóltak neked. Ez most a Kinle mobiltechniknél techniknél kidurrant egy Na, ilyen 300 eszel. Hallottam, a, igen. A, az, a előkerült egy kopot ugyanazzal az alvásszámmal, mint ami, ko -konkrétan, amit árultak. igen, ez... hát a Zoliék ugye ezen a pályán mozognak, azért hallották ők is. Ott a valódi, konkrét történet úgy nézett ki, hogy egy svájci tulajdonos az sl 300 al haza akart haladni Svájcba, be akarta regisztrálni az autót, de szóltak neki, hogy az autó már itt van. És akkor innen indult egy kis patália, majd a német nemzeti minden tudó rendőrség alosztály az rárukta az ajtót erre a bácsira, ahol találtak körülbelül 70, a, 70 autónyi vagy 70 féle új alkatrészeket, számítógépek repültek, szóval, hogy ott, ott egy erősebb dőlés van. De hát ugye itt igen, ez ez a probléma, amikor. Ikresítő volt az autó, ezt igen. nálunk is csinálták. Hát sajnos csinálják nem csak ebbe a kategóriában Ladával. ladával. <laughs> ladával. Ki, kis pénz, kis foci. Hát, hát igen. Csoda csak... is veterán már. De figyú, ha, ha úgy veszel meg egy ilyet, hogy elmondják, hogy ez az, és a körúton úgy hasítasz, hogy mindenki azt hiszi, hogy egy millió eurós autóba Leszze. hasítasz, de te csak egy 500 ret tettél érte, ez amúgy úgy magyar szokásával szerezzük. De, de akkor van a baj, amikor egymilliót fizetsz egy ilyenért. Igen, akkor meg, van a meg, meg azért tegyük tisztába, hogy, hogy, a, hogy mi a körúton akarunk hasítani a 250 gto val vagy a körút közönsége élvezze a látványt. Akinek 250 gto ja van valójában, az oda akar menni a santí Kastélyhoz, és ott kiállítani a konkurdeleganszal, és ott kiderül. Tehát az ez a kérdés, hogy kinek akarsz Ingen. villantani. Ez a kérdés, hogy kinek akarsz villantani. Zoli, mit láttál, és mit hallottál Mint? érdekeset, Csod... ami nem lesz benne az adásba? Csodát. Igazából nem tértünk ide, de hát ugye nem titok itt egy autószerviz üzen itt hátul. És azért elég érdekes volt egy olyan autószervizbe járni, ami korabeli téglagyárból épült. Tamásnak köszönjük. A, a, egy, ez egy, egy Tégla, ott van egy rész, egy étterem, ahol meg is van hagyva ez a téglagyártó sor, meg ugye ez is előírás volt. Ez műemlékvédelm alatt álló épületsor, nem egyről beszélünk, hanem 5-6 épület, egy utca vágja egyébként ketté. És hát ott az Oli mesélte, hogy süllyedtek az épületek, ezért meg kellett emelni a tetőket. Minden, minden épület tetején lehet látni, korabeli stílus, de azért lehet látni, nagyon nézet, hogy egy olyan nyolc sor tégla föl van rá rakva. Fogták az összes fatetőt, megemelték, aláépítették az épületet, visszatették. Sőt, az a műhely, ami itt az előbb, ez a zöld porse van. Ez egy... Nem Nézzük már nével. meg megint, mert annyira szép ja, volt. az ugye? egy kicsit. Ez a kedvencem. Ez egy ötállásos műhely. Ott lehet hátul nézni, ott egy ilyen kis betontámfal van. Egyébként mindenhol ezek a, a támasztólábak ez a műhely, ez konkrétan 10 méterrel odébb volt, de mivel itt egy teret kellett kialakítani, ott mögöttünk lehet látni, fogták az egész épületet, szétszették, és 10 méterrel odébb újra összerakták. Szóval ez nem jön leadásba, mert azért ezek olyan dolgok, persze én... Azt tudod, hogy, hogy, nyugaton ezt elég gyak, de az Óbudai templomot is odéptették. Én tudom, így, mert hát Amerikában de... van erre változás. De van, van egy egész konzen valahol. A legény aréptolták. Igen, templomot. igen, ott is Bélaim, Béláim Én ezt a zöldet akarom, rettenetesen Na például itt, 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 az Olival egy érdekes beszélgetésünk volt, ez mondjuk nem tudom, hogy adásban lemegy, nem megy, mennyire. Ugye ez a Porsche, ez egy tipi-topira felújított, általunk használt Szakszó, ugye, a túlrestaurált darab, itt minden le van uh, uh, sárga, uh, vizélve, Kadmium. Kadmium minden, minden ki van fújva, ami. Szóval gyakorlatilag nem nagyon van olyan alkatrész, ami nem lehet, a megcsinálva. Hát most emellett az SL300-ak ugye azért másképp néznek ki, amiről beszéltünk eddig, hogy öreg, és akkor hú. Szóval ez egy furcsa uh, történet az Olinak mondjuk ez például nem is tetszett úgy, mert, mert igazából ő el, elkezdte ott vakargatni, hogy vajon ilyen sárga uh, kadmium, vagy, vagy, vagy hogy nézhetett ez ki annak idején. Uh, mit tudom én, erről beszélgettünk egy kicsit ez a, ez a, mm, ez a túrás, törálás, vagy nem. Amúgy ez az autó hiper jól néz ki, tehát hogy tök mindegy, fő volt emelve, le volt engedve, akárhonnan néztük, mindene uh, nagyon jó állapotban volt. Állítólag ott valami nem is tudom, miért volt beszámításból, vagy valami ilyesmi miatt kellett nekik ott átnézni egyébként ezt a kocsit. Összefoglalva, amúgy én nem voltam az olénál, csak most. Furcsa volt ez a kicsit olyan családias műhely annak ellenére, hogy szétszóródtak az épületek, de mondjuk az, amikor bementünk, mit tudom, én direkt mindenkit megszivat, mert van egy lenti tároló rész, ahol körülbelül ilyen 20 darab sirályszárnyas van letárolva. És akkor beenged mindenkit, de nem kapcsolja fel a villanyt. Amikor mindenki áll, akkor piff felveri a villanyt, és akkor ott állsz. Hát nem ez, ennél sűrűbben rakott. Hát egyszerre látsz egy ilyen mindent. Tehát ott a G-nek is lehet, onnantól a g nem nagyon lehetett beszélre bírni, mert ott meg, 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 megjött. Elment a wc -re? Ne. Nem. nem, igazából nem tudom, szóval jó ezeket így egybe a minden színben. Volt ott olyan, ami, ami, nagyon értékes, 20 millió eurót mondtak rá, mert annyiért nem adta oda a gazdája, tehát azért 7,7 milliárd egy autó, és ott áll. Ja, az biztos, egy műanyag kasznis. Volt valami két műanyag is, meg valami nem, 8 az alul, alumínium. az alumínium. Csak ez van lefotózva a Millemilia hídján. hígyán, nem. És az az eredeti darab. A bácsi azért nem egy szegény bácsi, mert öt darab ilyen esélye van, abból egyet a Merci visszabére tőle, mert viszik a világba egy üvegbódéba, az is egy alukasz is. Képzeljétek el, milyen, milyen, milyen rossz helyzetben lennénk, hogyha nagyjából ebben az anyagi helyzetben most vagyunk, mert ebből a távolságból rossz, így, így körülbelül van, egyforma helyzetben. helyzetben vagyunk, eszméletlenül vágynánk egy ilyen autóra. Úgyhogy érted? Mi, mindig erre gondol, hogy ilyet neked szerezned kell, pedig nem fogsz tudni valószínűleg, vagy nem. Hát de megkérdez a lámpán, hogy szálljon ki. Az alfám jobb. <laughs> Jó, ez egy kiváló zárszó volt. Ezt a, ezt a témapontot le is zártuk. Zoli, annyit mondjál el még, hogy hány adás lesz ebből, hogy az emberek ne izguljanak. Hát voltunk ott kint, azért a Pista már föllőtt egy-két típust. Összesen öt adással fogunk érkezni. Ebből kettő az, amikor én a sétálgatok ott az Olival, és olyan dolgokról mesélünk műhelyadás keretében, hogy ő mit szokott csinálni a verseny motorral, és akkor ott igazából azt nem is tudtuk abba hagyni, lemerült minden technika, és hazamentünk, mert még most is ott beszélgetnénk, szerintem. Hát ezért megérte az erdő közepén fa lakni, nem? Nem. Ti, ti azért <laughs> nagyon, nagyon ugyanazt a csöcsöt szívtátok. Jó, jó, értjük egymást. A kémia működött. Ha, persze, tudtunk beszélgetni, meg, meg úgy. Ha. Hát a G vette, ő nagyon örült. <laughs> Neki nagyon tetszett. Nekem is mondom, nem lehetett abba hagyni. Tehát ez nem olyan volt, hogy vége lett, egyszerűen erőből bemondtam, hogy sziasztok, mert, mert nem, 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 nem lehet. A... Hát Fiam, még ott volt 80 darab ilyen műhelyrész, még bármibe be tudtunk volna menni. Azért este kilenc után végeztünk már úgy reggel kilenckor kezdtünk forgatni, és akkor este kilenckor még ott bókláztunk a motorok között. Na most én is erőből bemondom, nem azt, hogy sziasztok, hanem hogy a következő témára ugrunk, ami az utolsó vagy az utolsó előtti lesz. Megint egy kis Brüsszel, hogy az a terv, hogy bevezetik a B pluszos jogosítványt. Tehát kétféle B-s jogsi lenne, és nyilván a az a cél, hogy ifjú titánok azok nevezethessenek hát nagyon nagy és nagyon erős autókat. Súly korlát lenne egyébként, tömegkorlát. Egyébként kezd egy kicsit ilyen SUV üldözésé is fajulni ez a dolog. Mit gondolunk erről? Én látom, ugye? látom benne, hogy ez működni fog. Ez, ez szerintem a diszkó balesetek ellen találták, mert van, van ott ugye egy ilyen 90 km per órás határ is, hogy hát addig meg éjjel, vezethetik, én, meg azt... 1800 kg, meg, meg éjszaka, éjszaka, nem éjszaka nem vezethetnek. Nem tehát ez mind az, hogy diszkó baleset, és minél kisebb autóval ne okozzál diszkó balesetet, ezt így kimondták. A Németországban pontosan tudjuk, hát mennyit láttuk az automotoron sportban régen, hogy tele volt, minden hétvégén haltak meg a fiatalok. Szerintem náluk ez központi probléma, és szerintem a franciáknál is. És ez két nagy súlyponti ország az EU-ban. Én, én minden meg. olyan szabályozást, amit, amit uh, képzetlenekre, hülyékre, rosszul gondolkodókra, stb. Uh, élesítenek ki, és a többiek életét nehezíti, akik egyébként normálisak, én azt nem, nem engedélyezem, és nem mm. tudok neki örülni. Mm. Tehát én, én értem az Európai Unió Zero Vision ö, tervét is, értem azt, hogy az úton ne halljanak meg emberek, ne legyen súlyos baleset, stb. Csak szerintem nem ebben az irányba kell menni, hogy a hülyékre kell a szabályokat. Ott van igazad, Göbi. Pont erre gondoltam, miközben olvastam a hírt, hogy az bele fog ülni az autóba, Jogsi nélkül is, hogyha be lesz baszva, és, és neki viszi a 3-18 éves tyúkot a fának, és akkor lesz a baj tök mindegy lesz. Tehát utólag már ez olyan, amit gyerekkoromban sose értettem, az, hogy, hogy biztosítás nélkül fél autó az autó, és akkor rommát, ez már nem marad meg az autó, meg életbiztosítás, de attól még meghalsz, csak pénzt kap. De, de ez kicsit, kicsit ez, ugyanazt ez ez érzem, olyan, hogy meg fog történni ennek ellenére. És megint az van, hogy kell egy szabályozás, hogy a szülők helyett megneveljék a gyerekeket. Meg azért azt látjuk, hogy az elmúlt években iszonyatosan megnőtt az autóknak a teljesítménye. Például a villanyautóké is. Tehát azért a mi Ladás gyerekkorunkhoz képest, meg a németeknek a Volkswagen Golf GT is gyerekkorukhoz képest, gondoljatok bele, az első Golf GT is 110 lóerős volt. Jó mennyi. Jó csak a, gyöngyö, a göb... gyöngyö, Gyöngyözve <laughs> kacagunk rajta. De gyöngyözve kacagunk rajta. <laughs> Azon kacagok, hogy a göbi rögtön bemondja, amit ugye a S múltkor olyan meg jól jó az... Az... Hát ennyi, igen. De akkor is. 100 lóerő. Én versenyeztem velük, bicikín. mert nekem rönölt Alpin volt, és az is 110 lóerős volt, csak máshogy. És tudtál te így lecsúszni, hogyha ilyen kocsiaid voltak. <laughs> de, hogy mondjam, kétszer összetörtem nagyon elől. Oh. Fél év alatt. Egyébként nem tudom, én azon szoktam gondolkodni, ugye, hogy, hogy szokták mondani, hogy most több a hülye, mint akkor, meg stb. stb. Igazság nem. szerint arról van szó, hogy nem, nem több a hülye, többen vagyunk, és több emberből több a, ugye, ez a meg Meg jobb, a... jobban megy a világnak, több ricskid van, aki jó autót kap ajándékba. Tehát azért azért régen nem volt. Meg, ilyen, hogy... meg a másik, másik probléma, amit ugye a balesetbiztonságból szoktak Mazda szabálynak hívni az autópályán, nem tudom miért pont mazdának, de mindegy, hogy hogy a, a különbségek mindig a igen, Tehát az a, a, az a, és a gyors. így van, hogy van, van a, a, a 1100 kilos autó, meg van a 3 tonnás autó, és ugyanazzal a jogsival vezeted, és a, ugye a, a, a tömeg az, az problémás. Képzeld Tehát, el, a Göbi, azt... stb. Tehát a különbség a. Ültünk a Lucid Air nevű autóban, és ezt most el fogom spoilerezni, mert borzasztó érdekes különbség az autó. Ültünk benne, ez a gyenge kivitel volt, a, alulról a második leggyengébb, különben valami hat kivitele van, csak 628 ló erős volt és 700 Nm tudott. Ö, azt hiszem három, hatalat hat alatt volt százon. Fájt, ahogy gyorsult. Tehát tudod, amikor elszédülsz, ez motoron tudod érezni normális körülmények között, hogy nagyot fékezel, nagyot ráhúzol, és így, így, kicsit így megszédülsz. ez pont ezt tudta, csak simán gyorsulásból. És a tanniszteszten, tudod, van az, a jávorszarvas kikerülési teszt, a leggyorsabb autó volt ever. Gyorsabb volt, mint az Aston Martin Vantage, gyorsabb volt, mint az Alpine A110, mindennél gyorsabb volt, 88 km h órával tudta, és a Ján Erik azt mondta, hogy szerinted meg meg me meglépte volna a 90-et is, csak már nem akarta tovább erőltetni, mert annyira stabil volt és biztonságos. Most képzeld el, 2,4 tonna, 629 lóerős, van belőle 1128 is mit csinál az a forgalomban? Tűszent egyet a sofőr, és a következő megyében van véletlenül. Hogy ez, ez, ez mennyire nehézé teszi. Én, én, mindig azon, azon háborgok, tudod, mikor öreg autóval járok, hogy, hogy előttem ül a fehér izé, félhibrid BMW-ben a tyúk, telefonálgat, hússzal megy, hogy Igen. belenéz a tükörbe, jaj, ha, ha bocsi, és rálép a gáz, és eltűnt. Én meg keresem, hogy melyik fokozatban tudnék öttel gyorsabban menni, mert elvesztettem az összes lendületemet. És ez azért nálam extrém módon kijön, mert sokat járok régi járművel, de különben is a forgalom ritmusa borzalmasan zagyva lett ezektől a járművek. Mondtam, a különbségek, az meg a baj. Van egy baj azért, ugye ezt a pályán sokszor tapasztalom, én gyorsan megyek a megengedett határokon belül, Na most, amikor valakinek ez egó problémát jelent, tehát, hogy amúgy jobb sáv üres, és ő nem megy le, majd, és ez egy fikció tulajdonképpen, ilyen nem történik, ugye az, ez a fikció történetének a szereplője kimegy jobbra, hogy akkor megoldja ezt a problémát, akkor rögtön tud a baloldali sávban is növekedni a sebesség, és ez a baj, hogy a balesetek, meg minden egyéb, ugye az, amit a Göbi is mond, ugye a sebességkülönbségek, mert szerintem a lassú hajtás rohadtul veszélyes, nem csak a gyors, meg az ego, az, hogy egy autót próbálunk a saját egónknak használni, ami amúgy egy gyilkos szer, mert hát egy két tonnás valami szarság, és azzal ugye nem mindenki tud úgy bánni, de még ha Ari Vatánen ül is ott, ő is elkottázhatja, és én úgy gondolom, hogy addig, amíg a morál uh, ilyen, és így gondolkodnak az emberek, addig kurva mindegy, milyen szabályokat hozunk, mert mondjuk nem biztos, hogy az én fiam, vagy a te fiad, vagy a te fiad így fog vezetni. Arról nincs hír, hogy egy millió ember gyerek hazaért éjjel. Arról van hír, hogy egy elkaszálta a fát, és megölt másik hármat, ami roppantul sajnálatos, ez teljesen ez egyértelmű de attól még, hogy hozunk egy szabályt, hogy mindenki üljön otthon, attól még nem biztos, hogy az az egy, aki a mostani törvények szerint is ö, amúgy szabásértés bűnt, tököm tudja, mit követel, hogy az nem fog majd, hát szarom le, érted, ne, nincs rá jogsim éjjel egykor, és mi van akkor? Úgy sincs rendőr. Akkor mindig annak érvan. a szüleit kell megkérdezni, akinek elütötték a gyerekét. Vagy azokat a szülőket, akiknek elütött gyereke van, hogy Hát. Szóval ott, ott én, 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 én ismerek ilyen családot, és ezt hát ott, ott eléggé más És nekik nem fogják elütni a, a gyereket? Én azt mondom, hogy ezzel a szabályozással mondjuk száz baleset volt eddig, most lesz van. Tehát ez nem, nem lesz megoldás, viszont. ember élet. Hát de az, az, viszont, az, az igen az ember élet. De ez, ezt abszolút aláírom. Csak az a többi egymillió ember, aki akkor abban az időben eddig tudott közlekedni, most majd nem tud és az a 80 meg ugye balesetet okoz, akkor, akkor ez hogyan lesz? Tehát, hogy amit a Göbi Én abszolút mond... egyetértek ezzel, és, 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 most is azt mondom, hogy minden baleset sajnálatos, stb., de nem a hülyékre kell méretezni. Tehát ezt tudjátok, ez az Árpád híd meg a 30-as tábla. Ja. Igen, az a baj, hogy nekem meg ez a mániám, hogy 5% hülye mindig van. Tehát én úgy kezdem, hogy amikor van mondjuk egy kibegy egy adás, és alatta ott vannak a kommentek, 500... Van egy ilyen szemmértéken, most már elég régóta csinálom, mert annak idején a belsőségen is volt kommentelés, a többi. 5%-ot nem látok meg. Egyszerűen nem érdekel. És a fölött, hogyha 10% anyázó van, akkor valamit én rontottam el, és akkor elkezdek gondolkozni, hogy mi lehetett a De hiba. Jó, csak ez, ez most De 5% hülye mindenhova be van építve, és 5% hülye figyelj, jogsi nélkül várjá. fog vezetni, okay. lenyomja okay. a rendőrt, nem fogja fel a rendszert. Várjál csík, é. fék, megbeszéltük ezt, tök jó. Ott is ugye felkerült a pénz. A B+, ugye, hogy nem másképp nevezzem, az mm. újra 500 ezer lesz? Vagy hogy lesz? Mert hát akkor már megvan a válasz arra, hogy miért nyilván, de kurva jó nyilván, egy ilyen B-plusz Jósi. Nyilván ide a pénzei elszava a döntéshozók. Nyilván. Most... nyilván majd a lépéshez megint le kell tenni egy különbözetit. Így, és mm. akkor mondjuk egy buszsofőr, aki a 3 millió mondjuk kilométerért veszi át a aranyplekettet a BKV-t, az is majd elmegy. Blépuszolni? Vagy hogy lesz Ja itt? Nem, 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 hát ez, ez szerintem... Na, mert arra nincs sok, szám, sok. És, és ezt egyszer megpróbáltam megmagyarázni egy, egy nálam idősebb embernek. Mert nagyon szomorú volt, mert a, emlékeztek a halálútra az M1-esen, ahol három sáv van, ott össze-vissza előzgettek, még nem volt kész az autópálya, és meghalt egy ismerőse. Nyílegyenesen szembe neki jött egy másik autó. Na most én Elég sokat autóztam azon a halálúton, és ott elfért négy autó. Lehet, hogy letört volna a tükör, stb., de ha az ember elég precíz, ott bármikor elfért négy autó. Öm, és mondta, hogy de 1 millió 500 ezer kilométeres plecsnie volt, hogy ő mindig biztonságosan vezetett, és mindig lassan, és mindig óvatosan. És lehet, hogy itt volt a baj. Lehet, hogy a Ladás hülye gyerek, az egy ilyen hibát jobban kivéd, mert véletlenül történik valami, és annyit de akkor autózik erre... a, annyit autózik a a, A határon, a határon igen. Na hogy de a B plusz, plusz akkor pont, pont a B plusz ellen beszélsz. Hogy igen, ez... pont, a, pont a B plusz ellen beszélek, hogy a franc tudja. Tehát a franc tudja, úgyhogy én azt nincsenek. mondom, hogy bízzuk ezt a nézőinkre. Mm -hmm. Kommentben írjátok meg nekünk, hogy mi a véleményetek, mert ez érdekel bennünket. Ö... 7 óra 8 perc van, Peti rendezőt megkérdezem, hogy férjen bele még egy téma, vagy búcsúzzunk. Persze rá. szarozzunk le még valamit, nem? Va Valaki. Tényleg időben. már bele. Tényleg időben elkezdtük? Mondom. Időben, nem. hát én vagyok itt, Menjük. úgyhogy időben Tessék kezdtük. Kessék, férjen. 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 Jó, férjen. jó akkor. Haza kell érnem a nyerőpárosra. Jó, akkor ma? Akkor ugrunk. ugrunk ugrunk két, két plusz témánk van, abból a másodikról fogunk most beszélni, rendszámleolvasás. Ugye egyre több helyen van rendszámleolvasás, aminek tökre örülünk, mert egyszerűsödik a behajtás, meg a kihajtás. Főleg Nyugat-Európában, de hát nyilván ami ott van, az hozzánk is beszivárog. Ebből fakadólag viszont egy csomó olyan magáncéghez kerül érzékeny adat, ami nincs lekezelve, hogy hogy, hogy hogyan lehet ezt kezelni, meg mit lehet ezzel csinálni. Tehát egyre inkább a Big Brother is Watching You. Tehát most már most már nem csak a telefonunkon keresztül tudnak követni minket, hanem, <coughs> hanem tudják figyelni, hogy, a, hogy az autónk merre jár. Ebből következtetéseket tudnak levonni, értékesíteni ö, ö, tudnak ilyen adatokat, amire nincs ráhatásunk. Hát ez egy, egy komoly aggály, de hát tudod, Kína az már be van így kamerázva, tehát ott pont rendszer van, hogy bementél. Akarunk Kína el, lenni, látod, megint egy másik igen. téma farkába haraptunk. Igen, igen, de de az egy az egy agyrém, hogy ott mindent tudnak rólad, hogy hol jártál. Tehát mindenhol, az felismerő van. Igen, igen, igen. Nem, és az és... a technológia ide fog jönni. De megvan, gyerekek. ugye a Top gear az az a kínai radása, azt láttad, gondolom. <kül> igen. A Top gear, Kína, ugye ők kimentek, és csak erről van szó, az ő autóikról, az ő bármikről, és ott ugye ő már elmondja, és ez a Clarkson, mikor volt ez több évvel? Nagyon is, régen, mikor éve, volt a Clarkson. Hogy ott minden tíz méteren van egy kamera. Tehát ott, 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 arcfelismerő van már régóta. Ugye egy csomó mindent szabályoznak, tehát bizonyos helyzetekben meg lehet azt oldani, hogy te tulajdonképpen ne tudják. Tehát tudjanak, kvázi rendszabályozni ezzel, hogy tudják, hogy mit csinálsz, és hol vagy, és, és mi, mi történik. Egyébként ez, hogy ez a, a rendszám felismerő dolog, hát uh, én konkrét saját példám, hoztam uh, fel tréleren egy autót Tata mellől, uh, most hogy azt hiszem, hogy le volt takarva a rendszám talán, de lehet, hogy béna voltam, és nem. Bár ez is egy passág, még kellett akarni a tréleren az autó rendszámát, érted? Hát, én... hogy az autópályakamera... Hát, de könyörgöm, egy... hát... Uh, Értem. És akkor az a fotó egyébként, amit te kapsz, az a rendszámot mutatja. De ha az a fotó lenne, amit csinál a nyomorult kamera, akkor ott egy tréleren van az az autó, tehát ergo, na mindegy. Kapott egy büntetést ez az ismerősöm, hogy ő Győrnél ö, ment, nem tudom, óra, x perckor. Hát beküldtem a lehetett reklamálni, ott kitúrtuk, hogy mi van. Nekem a műhelyemből volt egy kamera kamerafelvétel, hogy az autóval befordulok, kb. 10 perccel a, a időpont előtt, hogy jövök be a trélerre. Magyarul, fogod. vagy igen, tehát nem tudom, hipertérugrásra képes. És akkor nagyon-nagyon nehezen, hosszú-hosszú levelezés után el tudtuk ezt érni, hogy ne kelljen kifizetni a bírságot. De hát könyörgöm, ott volt a, a, fotó, meg a minden. Tehát, hogy ez a, ez a rendszámfelismerés, ugye ez a büntetésre való, hogy mondjam, használása, hát ez már nagyon régi dolog, és ugye itt a probléma megint azzal, amit te mondasz, hogy oké, okay, van rendszám rendszámfelismerő, ennek van előnye, megyek ki a plázaparkolóba, akkor ugye nyílik a sorompó, nem fizettem, nem nyílik, stb. De hát azért ezzel vissza is lehet élni, főleg, hogyha a Hát különben nekem nagyon sokáig ugye ISM 159 a rendszám, és az M-nek le volt kopva két szára, most festettem újra nemrég, és rendszerint ISV a ható, százat. Hatósági jelzés rongálása, jó? Nem, nem tán, rongálás, valaki, hát Kikeresni rossz a, BTK megfelelő paragrafus, köszönöm. Hát részegen rollerezés. És, és, és van olyan, nem és nem volt olyan, hogy befelé ilyennek olvasta, kifelé a és ott beszélgettem az illetővel az át, hogy hát szeretnék kimenni, ez tényleg ugyanaz az autó, nézze már meg és akkor valahogy kiengedtek, de hát ez, ez teljesen normális. De figyelj, mióta a Pegazus botrán kiborul, kibillent a biliből, azóta én úgy vagyok vele, hogy itt hordom magamnál állandóan a perszönlihe lefigyelő rendszeremet. Ja, és ez most hogy van akkor mindent? Hát most egy rendszám már nem zavar onnantól. Ja. Különben ennél... is ki az a hülye, aki a saját rendszámával jár, nem? Így van, Ennyi. így van. Én például a Ja, ennyi. <laughs> Na, Viszont van. nálam van a te alvázas kocsid. <laughs> hogy enge, meg kell engem ez nem aggaszt olyan nagyon, mert, mert, mert tudod, amikor beszélgetek arról, hogy ja igen, és akkor a múltkor a haverom sorhatos BMW-ben bedöglött a izé, nem tudom melyik gyertya selejtes volt, és három perc múlva fölajál nekem valamelyik Ó, az ez Instagram már rég, igen, mert hallgat. Autógyártya, ezért. Azért a dubai porsche amikor mennék, érted, megnézném a kis rendszám felismerőt, hogy olvad le a szoftver, nem? mi a fasz, össze-vissza van firkába. Például az, az új rendszám, régi rendszám azért az oda lőtt egy pillanatra igen, az hát a volt, mert... volt, volt, volt egy kis probléma, igen. Igen, meg igen. az összes, hát persze, mert... Hát milyen rendszám az? Meg szóval... Német. Ja. Ákeni. De nem ismerte föl. Tehát, hogy nem, nem tudta kezelni se a program, meg a szervizprogramok se egy ideig. Egy ideig, de most már tudja. Nem volt semmiféle poénos izé, szírszara autó, ami ú, kár, nem, nem volt, küldtem. nem be volt. Nekem beesett egy-kettő, de most már én nem fogom fejből. Egy, egy, dupla lesz jövő héten. Egy, egy, dolog volt, de sajnos az nincs meg videóban, mert a legvégén jött meg. Egy orosz vlogger csinált egy olyan videót, hogy különböző drága és kevésbé drága autókat elkezdett megrángatni. Ez van. Hűtőrácsát, műszerfalát. Porsche. Ö, ö, igen, igen. Tudom, Zoli az ismeri is. Szétdobálja az autót. És, szana szélje szedi az autót azáltal, A, hogy megrángatja az autót. És arra gondoltam, hogy egy 70-es évekbeli autóval, egy 70-es évekbeli autóval ezt meg lehet csinálni. Nem. Hát figyelj, nem akkor még csavarok voltak, ha patent, akkor ezer darab, tehát itt ez nem fog neked megszólalni. Nem, ez más, más világ, de tényleg ez, hogy, hogy ráversz kettőt a fényszóróra, és akkor az kiakad, leakad, letéped, minden nyihorog, minden mozog, műanyag a műanyagba beakasztva, hisz nem esik szét, ha nem fújja a szél. Hát az autók egész eleje műanyagból van. A két hoztartó véget ér, és onnan tovább. Az a baj, hogy ezek az illesztett dolgok, ami a műanyag a műanyagba becsúszik, és majd ez ott jó, a gyárban jó, az Egy első ser. lökhárító lefölnél már nem jó, egyébként meg alapvetően nem jó, mert négy-öt év múlva már elnyúlik, elmelegszik szar. És akkor azok az élek, ami mondjuk az első sárvédő és a lökhárító találkozásánál a gyárban még ilyen tipi-topi, az mondjuk három év múlva már egy ilyen star. és nem tudsz vele mit csinálni, hiszen nincsen mit meg jobban meghúzni, jobban megizélni. Megmelegíted, visz. Kitömött oda... kenyér, Az. oda megy akkor ez a bácsi, és letépi a lámpáját, a a Lamborghini, meg mit tudom én, minket tépek. Meg kell ónozni, vagy cínezni, tudod. És akkor... Hallod, mit akarsz cínezni? <laughs> Engem egyébként legjobban az dö döbbentett meg, hogy az autó, ajtókárpitokat letépte. Mert ugye azt ráncigáljuk egyébként is. Egyébként ja, de föl. a fogantyúnál fogjuk. Ő, Igen, a de a régit is letépné. Én, én, egyet láttam ebből, azt hiszem, valami, Ah, az 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 ami, az. Ott volt valami kamu is, már nem emlékszem rá, de de mondtam, hogy ez kizár dolog. Hogy Nekem is gyanús volt egy, egy pár dolog, hizet, hogy ilyen oda lejött. fognak odaengedni egy úrushoz, hogy kirúgdosd a lámpáját, nem? Ja, ja. Jó, de nem, mindegy, egyébként ciki. Most az, hogy ez igaz, nem igaz, kilazít valamit, és akkor csinálja, nem tudom. De Én hát te magad ki... mondtad, hogy lényeg a azért. nézettség. Hát de Igen, de egyébként az igaz, hogy nagyon sokszor az a probléma, Nekem E38 régi, itt van most az S600-as Merci, a BMW, a, a, úgy van összerakva, minden csavar fog a, a kábelköteg rómában van kötözőzve le a, a magához, a kasznihoz, az be van tekerve, még amúgy is ilyen szőrös. Deutsche börter Szab... Na azt figyelj, a hátsülés kivenni, az egy fél nap, úgy, hogyha normálisan akarod szétszedni az autót. Itt már nincsenek ilyenek, itt minden ráversz kettőt bemegy, beugrik, jó van, aztán kész. Tehát ebben igazad van, igen. Jó van, legyen ez a zárszó. Ö, Petikém, búcsúzzunk el. <laughs> búcsúzzunk. Sziasztok. Oh, Pista vagy, hangosabb. Nyomjatok létre de... egy lájkot, hogy lássuk, hogy tetszett, meg hogy nem fölöslegesen Lesz. dolgoztunk. Na végre. egy mondat, nem mihájlottam meg a törpével, vannak ilyen gyenge pillanataim. Soha ne vegyetek törpét a kezetekbe, ha a G vagy a Pista ott van a közelben a telefonjával, ez csak egy Baráti jó tanács, de köszönjük. És Pista rövidesen visszatér a messzi Portugáliából, vagy Spanyolországban van, vagy Portugáliában? Spanyolországban, vagy Portugál... Spanyolországban Spanyol... van, ahol száguldó teherautókat nézeget. Na, köszönjük a azt... a figyelmet. nem foglalkoztunk sokat a kommentelőkkel, különben ez egy probléma volt ebben az adásban. Igen. De... Mindenkinek köszönjük hát utólag tudjuk, új, jó is. Jó tudjuk volt, be nekem. Ég, igen. Mert annyit beszélsz, hogy nem lehet melletted megszólalni. Ezt nekem mondtad? Nem, a, a csíknak. Koltában. És még a berekedés előtt kapcsold le a kamerákat létszámra. Ja, az... Megyünk a tejfakasztóra.